40 ezer dinár lát a szerbiai minimálbér, erről beszélt Sinisa Máli. A szerb pénzügyminiszter szerint a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkaadókkal és a szakszervezetekkel egyeztetve most először elérje a 40 ezer dinárt a szerbiai minimálbér. Ez január 1-től várható, mondta Máli. Tömegek indultak meg szabadságukra Nyugat-Európából. 6 órás várakozás alakult ki a magyar-szerb határon Szerbia felé. 24 óra leforgás alatt több mint 40 ezer személy lépett be Szerbiába, csak a röszkei autópálya átkelőn. Vasárnap is fokozott forgalomra lehet számítani a szerb-magyar határátkelőkön. Dübörög a turizmus Szabadkán és Palicson. A megdrágult szolgáltatások ellenére sokan üdülnek Észak-Vajdaságban. Az év első 5 hónapjában Palicson 94, Szabadkán pedig 120%-kal nőtt a vendégészakák száma az előző év ugyanezen periódusához képest. Megerősíti a szerb-magyar határszakaszon húzódó határkerítést, illetve új szakaszon állít fel biztonsági határzárat a magyar kormány. Az ideiglenes biztonsági határzár tetejét további 1 méterrel megnövelik. A szerb és a horvát szakasz találkozásánál a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, a Hóduna határszakaszon pedig kiépítenék az ideiglenes biztonsági határzárat.